Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, Csícsó Martánból, a székelyföldi 6. Varga Sándor verstáborból. Varga Sándor nem lehet velünk, emlékezünk rá, de azt gondolom, hogy minden bizonnyal elégedetten tekint le ránk, hiszen az a szeretetteljes, gondolatgazdag közösség továbbra is él, és itt Csícsó Martánban nem lehet kérdéses, hogy jó úton járunk. Vendégeim a tábor két tánccal foglalkozó pedagógusa, Varga Zoltán koreográfus és Lőrinc Beáta táncpedagógus, a Cédrus, a Solymári Cédrus táncegyüttes művészeti vezetője. Örülök, hogy itt vannak velünk. Kezdjük talán a 60-as évekkel. Ugye Cseh Tamás úgy írt erről, hogy a 60-as évek közepén tetőzött az ifjúsági probléma. Mi hála Istennek azért akkor indult el útjára ismét, ha úgy tetszik, a magyar népi kultúra megőrzésért, az a komoly folyamat, ami jelenleg is tart. Hogy kezdődött, Zoltán? Én akkor a Bartó Táncegyüttes tagja, Timán Sándor asszisztense voltam, és a Bihari Táncegyüttes három táncosának kezdeményezésére egyszer csak bejelentették, hogy megpróbáljuk a Széki Táncházat Budapesten megvalósítani. Meghívtak négy budapesti táncegyüttest, a Liszt Ferenc téri akkor könyvklubnak nevezett helyiségbe, kis szűk, majdnem folyosószerű helyiség volt, és hát pálinkával fogadtak, ahogy széken szokás a bárba, majd Halmos Béla, Sebő Feri és Éri Péter elkezdte húzni a muzsikát, mi pedig hát amennyit akkor elsajátítottunk a széki táncokból, annyit próbáltunk. Ma már így visszatekintve tudom, hogy hát az nagyon a kezdet volt, de a kezdetnek nagyon jó volt. Ugyanis talán a második vagy a harmadik könyvklubban megrendezett táncház alkalmával, amikor már nagyon meleg volt, kinyitottuk az ablakokat, és a utcáról fiatalok sokasága nézett be, hogy vajon mi ez, mert addig még nem hallottak róla, és aztán kiderült, hogy ők szeretnének bejönni. Hát egy kis vita támadt, a Bihari Táncegyüttes nem szerette volna ezt nyitottá tenni, mi pedig úgy gondoltuk, hogy de igen, ha van érdeklődés, akkor nyissuk ki. Erre már szűknek bizonyult ez a bizonyos könyvklub, és akkor került át a táncház a Fővárosi Művelődési Ház, FMH rövidítéssel, nagy termébe. És ott aztán kiderült, hogy erre nagyon nagy igény van, szükség van, mint ahogy az is kiderült, hogy kellenek azok az emberek, akik fiatal táncosok, akik tudják, hogy hogyan kell egy ilyen táncházat művelni, hogyan kell bevonni a fiatalokat, olyanokat, akik életükben még nem táncoltak néptáncot. Nagyon fontos kérdés, hogy egy ifjú hölgy miként szerelmesedik bele a népi kultúrába. Honnét van az indítatás? A népi kultúra találta meg önt, vagy fordítva? Ez egy érdekes kérdés. Ehhez a 60-as évekről kell, hogy beszéljek én is, hiszen én akkor éltem a gyerekkoromat egy eléggé érdekes korszakban, de ezt mi akkor nem tudtuk, főleg gyerekként. Az én családom egyik része az édesapám, egész pontosan bukovinai Székely, Isten segíts községben született, és 7 éves volt, amikor a bukovinai székelyeket Magyarország belső területére telepítették. Most nem akarom hosszasan taglalni, mert azt gondolom, hogy elég sokan ismerik a bukovinai székelység eléggé szomorú sorsát. Lényeg az, hogy Tolna és Baranya megyében telepedtek le aztán véglegesen. És a gyerekkorom egy része azzal telt, hogy a bukovinai székely rokonságom körében töltöttem a nyarakat, hiszen mi akkor már nem ott éltünk. Rengeteget tanultam, a dédanyám, ükanyám Kodály énekese volt, annak idején még Isten segítsen 1914-ben gyűjtött tőlük sok mindent, ami így is került be a köztudatba az ő nevükkel fémjelezve. A nagymamám gyönyörűen szőtt, a nagypapám fafaragó volt,
rengeteget meséltek, és a bukovinai székely nyelvjárás az én gyerekkoromat át meg átszőtte. Én már nem úgy beszéltem, de hogyha közéjük kerültem, akkor ezt én is átvettem, és mindig is megértettem. Ezért aztán később például a moldvai csángókkal nagyon könnyen szót értettünk, mert egyáltalán nem volt furcsa az ő nyelvezetük. De a másik része, ami szintén nagyon fontos, hogy a féle értelmiségi családban felnővő kisgyerek, illetve a hasonló indítatással rendelkező családokban, legalábbis nálunk az történt, hogy amióta az eszemet tudom, azóta két fontos dolog volt, amiről mindig is beszéltünk otthon. Az egyik az 1956-os forradalom volt, ami a mi életünkben mindig is forradalom volt. A másik pedig a bukovinai székelység, tehát hogy honnan származunk, és Trianon ennek kapcsán. Ezért aztán én egy olyan indítatást kaptam, hogy hiába hazudtak nekem bármit is az iskolában, pontosan tudtam, hogy mi a valóság, édesapámnak köszönhetően, és mindig elmondta, mindig hozzátette, hogy ha ezen az ajtón kimész, akkor nem kell erről beszélni senkinek. Hallgass meg, amit mondanak, de tudjál róla, hogy mi történt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a hivatás választásuk eleve elrendelés volt? Hát, ha visszagondolok, igen. Én a középiskolát Keszthelyen végeztem, és ott volt egy, a gimnáziumnak volt egy tánccsoportja, Merényi Elemérné Margit néni tanított bennünket, és a keszthelyi helikonokra készültünk mindig. Már a kezdetekkor jól emlékszem vissza, hogy Székesfehérvárról, hogy jöttek a kiváló gimnáziumi csoportok. De hát mi is igyekeztünk, egy alkalommal Margit néni meghívta Vásárhelyi Laci bácsit, hogy nézze már meg, hogy jól van-e az, amit mi ott összeraktunk. És a Laci bácsi egyszer csak így rám mutatott a próba közben, hogy a koma jól csinálja, mi? Hú, rögtön kihúztam magam, és hát részben ennek volt a következménye, hogy amikor én Budapestre kerültem, mert felvételiztem a Budapesti Műszaki Egyetem villamos mindenki karára, és oda fel is vettek, akkor Vásárhelyi Laci bácsi javaslatára, meg Martin György, Borbé Oliné javaslatára megkerestem a Bartók Táncegyüttest, és hát ott ragadtam. Így aztán onnantól kezdve már csak az volt a kérdés, hogy meddig tudok én még villamosmérnök lenni, és mikortól válik fontosabb a tánc. Annak ellenére, hogy a táncolás maga, illetve a tánc tanítás, koreografálás később, hát nem volt biztos megélhetés, tehát én dolgoztam jó 10 évig, azt hiszem, villamosmérnökként, de közben az energiám az a táncra fordítódott, és tudtam, hogy választani kell. Így aztán ez meg is történt. Hasonlóképpen zajlott az én életemben is, én bőszen készültem az Orvostudományi Egyetemre, és 1976-ban csöppentem bele életem első táncházába. Ugye aféle pesti diákként diszkóba jártunk, voltak különböző táncalkalmak, de amikor meglátogattam az első táncházat, az a fajta hangulat, ahogy ott az emberek egymás felé fordultak, ahogy azonnal segítettek nekünk, akik először léptünk be az ajtón, az annyira megragadott, és hogy ez a tánc, amit ott tanultunk, akkor azt hiszem éppen mezőségi tánctanítás folyt, hogy ez a kommunikációnak egy olyan formája, amiről nem nagyon beszélünk. Ugye a verbális kommunikáció tűnik a legfontosabbnak az életünkben, de hát a tánc az éppen olyan fontos, amikor a mozdulatainkkal próbálunk üzenni egymásnak. Annyira megragadott, hogy innentől kezdve minden táncházban részt vettem, akkor még azt hiszem, hogy 2 táncház volt Budapesten, kedden a Fővárosi Művelődési Házban a Muzsikás Táncház, szombaton a Molnár utcában, az 5. kerületben szintén Muzsikás Táncház, és akkor a Sebő Klub volt a Kassák Klubban. Ez a 3 táncház volt, ahova minden héten el kellett, hogy járjak, és amikor eljutottam az érettségig, akkor 3 hónappal előtte azt mondtam, hogy én nem fogok felvételizni az orvosi egyetemre, mert hogyha bekerülök oda, eléggé fontos nekem, hogy maximálisan teljesítsem, amit kell. Soha többet nem lesz időm arra, hogy ezekkel a nagyon fontos dolgokkal foglalkozzam. Hát akkor persze mindenki kétségbe esett, a tanárjaim, a szüleim,
de végül is elindult egy folyamat, én is csatlakoztam a Bartók Tánc Együtteshez, és akkor még ugyan nem volt ilyen lehetőség, de később a Magyar Táncművészeti Főiskola néptáncpedagógus szakán végeztem. Átmondhatjuk azt, hogy egy jövendőbeli medika és egy villamosmérnök találkozott jókor, jó helyen. Hála ez Istennek így. Teszem hozzá. Egyébként, amikor a táncház mozgalomról beszéltek, nagyon fontos dolog, hiszen az volt az alapvetés mindenképpen. Hiszen így Kodály Zoltán, Vikár Béla, aztán András Falvigartal, a Martin György munkája nem veszett kárba semmiképpen sem. Tehát nem olyan lett már a végén ebből, hogy ezt csak ők maguknak csinálták. És amikor Kallós Zoli bácsi mondását idézem, ez is kapcsolódik hozzá, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Azt hiszem, hogy ez megerősíti mindazt, hogy jó úton járunk. Beszéljünk egy kicsit a Solymárról, a Cédrus táncegyüttesről, hiszen a táncegyüttest ismerjük, de azért a kezdetek nyilván, a felépítés, a mélységek és a magasságok összessége fontos dolog. Hát nem volt egyszerű. Az előzményekről röviden csak annyit, hogy amikor a rendszerváltás hajnalán még igazából nem zajlott semmi, csak lehetett érezni, a budapesti szakszervezeti fenntartású amatőr együttesek és többek között a Bartók együttes is. Hát nyűg volt a szakszervezeteknek a vállán, ezért eldöntötték, hogy leépítik. Ennek folyamányaként az én ottani foglalkoztatásom megszűnt, akkor ott már művészeti vezetőként dolgoztam, és hát keresni kellett, hogy hogyan tovább. Több kaland után, meg két év munkanélküli állapot után, mi közben Solymáron elkezdtünk építkezni, és majd oda is költöztünk. Ott a művelődési házból megkerestek, hogy van ugyan itt a német nemzetiségnek különböző csoportjai működnek, de hogy igény lenne magyar táncra is. Nem lenne kedvünk ebből valamit profitálni. És hát meghirdettük, első alkalommal 5 vagy 6 gyerek köztük, a mi gyermekeink is jöttek össze, ez valamikor tavasszal, kora tavasszal volt. De volt egy kis bemutató a művelődési házban, és hát meglepetésünkre őszre összejött 80-90 gyerek, akikkel már komolyan lehetett foglalkozni. Azt is tudtuk, hogy a művelődési ház keretei szűkek ehhez, tehát megpróbáltunk művészeti iskolát létrehozni, nem az általános iskolai keretei között, hanem egy alapítvány, a Cédrus alapítvány támogatásával. Ez be is indult, csak aztán a kulturpolitika fokozatosan elkezdte csökkenteni az anyagi támogatást, a normatívát, és eljutottunk oda, hogy a közterhek azok többe kerültek, mint amely normatívát kaptunk, úgyhogy át kellett alakítani, de közben, miután a gyerekek folyamatosan jöttek, jelentkeztek és tanítottuk őket, hazamentek, és hát otthon is csapkodták magukat, főleg a fiúk, meg énekeltek, és akkor a szülők elkezdték szégyelni magukat, hogy a gyerek csinálja, mi még nem tudunk erről semmit, úgyhogy maga a Cédrus táncegyüttes az úgy jött létre, abban kezdődött, hogy a gyerekek szülei, illetve solymári olyan fiatalok, akik a német csoportban már nem akartak részt venni, vagy esetleg, hát nem mondanám, hogy kiöregettek, de valahogy szerettek volna mást, ebből megalakult egy kis amatőr csapat, és elneveztük, kitalálta, aki majd ő mindjárt többet mond erről, Cédrus Tánc Együttesnek. Melyik volt az első pillanat, amikor megerősítetted, hogy ez a Cédrus nem lett magányos? Azt gondolom, hogy nem a Cédrus elnevezésénél kezdődött, hogy nem lesz magányos. Azért, mert ebben a kultúrában olyan erő van, és ez egy alapvetően közösségi kultúra, tehát ezt nem lehet egyénileg művelni,
ha az ember belecsöppen és elkezd vele foglalkozni, akkor az magával hozza a közösséget is. És ez így történt a Cirdus esetében is. Amikor az elnevezést adtuk neki, akkor gyakorlatilag már egy bázis volt. Tehát volt felnőtt együttes, voltak gyerekcsoportjaink. Csak ugye minket úgy hívtak, hogy a Magyar Tánc Együttes, és úgy gondoltuk, hogy azért ezt nem kéne ennyiben hagyni. De hogy miért volt olyan nagyon fontos nekünk egyáltalán elkezdeni tanítani? Azért, mert világéletemben én is ezt kaptam örökségül, és azt gondolom, hogy Zoli is, hogyha megtanultál valamit, az nem csak a tiéd. Azt azonnal át kell adni a következő generációknak, azoknak, akik még nem tudják. És ez egy olyan késztetés volt, egy ősi késztetés, azt gondolom, hogy a bukovinai rokonságomból feltétlenül ez áradt felém. Ezt el is mondták sokszor az idősebbek. Úgyhogy nem volt kérdés, amikor én elkezdtem 3 lépést megtanulni, akkor azt a 3 lépést már tovább kellett adnom valakinek, és így belenőttem ebbe a helyzetbe. A Cirdus elnevezésénél pedig, hát ugye miután már volt valami, nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen az a jelkép, ami mögé felsorakoztathatjuk ezt a csapatot, ezt a közösséget. A fa, mint szimbólum, az természetesen egy nagyon fontos, ugye a gyökerei, a levelei, a lombjai, az ágai, a földet és az eget köti össze. És ezért azon kezdtünk gondolkozni, hogy igen, fa, de milyen fa. Nagyon sok mindent olvasgattam akkoriban, népdalszövegek jártak az eszemben, és aztán eljutottam odáig, hogy Csontváry gyönyörű festményei. Magányos cédrus, zarándoklás a cédrusokhoz. Gyerekkorom óta nagyon szerettem ezt a két képet, és szóltak hozzám valamiről. És akkor arra gondoltam, hogy talán a cédrus. Elkezdtem Csontváry feljegyzéseit olvasgatni arról, hogy ő hogy készült a cédrus tanulmányokra. Fantasztikus, hogy hány évet töltött el vele, és mennyire mélyen beleásta magát. És találtam egy idézetet, ami mottója lett a Cédrus együttesnek is, ez úgy szól, hogy csendes szerénységben él a Cédrus ezredekig ható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. 3000 évig a Cédrus nem Cédrus, a 4. ezredben bontakozik a koronája, és ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. És akkor úgy gondoltam, hogy Cédrus tánc együttes leszünk. Piramisként építkeztek? Türelemmel lépcsőről lépcsőre fölfelé, hiszen számtalan grádicsot kellett megjárni ahhoz, hogy most olyan legyen ez az együttes, ahogy megálmodták annak idején. Ez így van. A piramis alja a sok gyermek, akiket tanítunk. Óvodáskortól az ifjúsági korig. Óvodák, különböző óvodákban, nem csak Solymáron, hanem Budapest fele is, már megkeresnek bennünket, és hát így a általunk és a tanítványaink által tanított gyermekek száma az a 400-at megközelíti, és hát ahogy nőnek, úgy tanulnak bele a felnőtt csoportnak a munkájába. Természetesen ez valóban egy piramis, mert hiszen végül is kevesen a 400-ból kevesen jutnak el arra a szintre, hogy érettek és alkalmasak legyenek a cédrusban táncolni. Igyekszünk ott azért már magas követelményeket támasztani, de hát gondolom, hogy akkor se vész kárba, hogyha egy gyerek esetleg más utat választ, de azért valami fajta műveltséget kap a táncon keresztül. Beszéljünk a gyermekeinkről, a fiatalokról, a verstáboros fiatalokról. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy napról napra szembesülök Prohászka Ottokár excellenciás úr jelmondatával, Lukács evangéliumából vette, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Azt tapasztalom, hogy ezek a fiatalok itt, ha nem is ilyen fennkölt hangulatban, de ezt kimondhatják bátran. Önök miként látják azokat a fiatalokat, akik eljönnek ide? Hát az első élményemet hagyd mondjam el a mostani táborról. Az első este ugye bemutatkoztak a fiatalok, párosával bemutatták egymást, és kicsit úgy borsozott álltam, hogy hát ezekkel mit lehet olyan kezdeni,
mert suta volt az egész. Nem tudták, hogy hogy viselkedjenek, nem tudták, hogy mit mondjanak, valamit úgy septébe megpróbáltak. Többnyire poénkodtak, ami hát nem igazán sikerült, és legnagyobb megdöbbenésemre, amikor az első tánc alkalom volt, és elővettük a tavalyi táncot, látván, hogy tavalyról jó néhányan itt vannak, hát nagy örömmel fogadták, mindenkit befogadtak, az összes körbeállt, és pillanatok alatt átvették azt a hangulatot, amit egy jelen esetben egy módbai közös tánc jelent, és láthatóan nem fáradtak el, sőt, most már többnyire ők mondják, hogy hát mikor lesz már tánc, mikor lesz már tánc. Esténként ők itt külön muzsikára külön táncolgatnak, sőt, amikor ugye elhatároztuk, hogy nagyjából mi lesz az a produkció, amit itt a gála műsorban be kell mutatni, hát nem lehetett azt mondani egyiknek se, hogy te most maradjál már ki, mert hát még igazán ügyetlen vagy. Nem ez a lényeg. Az, hogy együtt nagy lelkesedéssel ki a maga módján, aki ügyes, az tudja, hogy csinálja, aki nem, az pedig megpróbálja utánozni, de működik a dolog. A fiatalok, és nem csak itt ebben a táborban, rendkívül fogékonyak. Nagyon fontos, hogy jó ismereteket adjunk át nekik, megpróbáljunk átadni nekik valamit a természet harmóniájából, és ez a művészeteket is ide sorolom. Ezért is nagyon szép helyszín ez, mert itt olyan természet vesz körül bennünket, ami önmagában is csodálatos. Nagyon sok rossz információ éri őket. Nagyon sok rossz dolog vesz körül bennünket, amit ráadásul nem jól használnak. Gondolok itt a számítógépre, mobiltelefonra, ami eszköz az életünkben. Sokkal jobb golyóstollal írni, mint annak idején lúdtollal volt, de arra kell használni, amire való. A mobiltelefon ugyanilyen, nagyon jó bizonyos dolgokra, a számítógép is, de nem szabad a rabjává válnunk. Hogyha őket megtanítjuk arra, hogy kell élni ezekkel az eszközökkel, és nem az egész életüket tönkretenni vele, hanem mindemellett élni, ismereteket szerezni, a természethez igazodni, és a természetből venni a mintákat, akkor azt gondolom, hogy ők is el fognak tudni indulni azon az úton, ahol saját magukat is föl tudják szabadítani, és mernek önmaguk lenni, és ez a legfontosabb. Kedves Lőrinc Beáta, kedves Varga Zoltán, köszönöm, hogy megtiszteltek. Mi köszönjük. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket Nagy Zoltán Péter kollégám nevében, és minden jót kívánok. Viszontlátásra!